Na szóval akkor szépen elpakolunk mindent, amire nincsen szükségünk. Ezt szerintem már mondtam, na mindegy, igazából egyedül erre nincsen szükségünk. A könyv az marad nálam, jó? Csak ne felejtsem el, ezt gyorsan fölveszem. Csak ne felejtsem el, hogy nálam van. Illetve ezt váltom erre. Oké, és... Vagy nem, de biztos. Jó, szóval... Most, hogy itt ez megvan, ez jó móka lesz. Gyerünk, azaz. Ne csesszük el, ne csesszük el, ne csesszük el, jó? Ne csesszük el. Szóval most nekem a 002-es számú szoba kell. Úgyhogy le tudjak menni szépen azon a létrán, ugye, ami van. Gyerünk. Meg is van. Ja, jelenleg sehol máshol nem fogok tudni bemenni, szóval innentől kezdve ez az egyetlen egy opció maradt. És doboztologatás. Minden Resident Evil játékban, ami egy kicsikét is ad magára kell, doboztologatás. Jó, tehát igaz, hogy egyébként semmi puzzle jellege nincsen, ha csak véletlenül nem két számjegyű az IQ-t, de... De mindegy, időhúzás, oké? Okay? Azt nézem, hogy itt a kamera, ja, jó van. Tök úgy látszik, mintha nem látszom a karom, na mindegy. Ja. Második doboz. Mindig nem olyan genyó egyébként, mint ami az első részben, az Origi első részben volt, ugye meg 96-ban. Ugyanis ott volt pofájuk olyan falra tenni a harmadik dobozt, hogy végig kellett tolni a folyosó végéig az egészet. Gondolom, kaptak visszajelzést rendesen. Szóval ugye, itt most könnyű dolgom van, de amúgy ezen a felén volt a doboz, ahol most én állok. Tehát el kell tolni a folyosó végére, úgy a másik oldalra ki, és úgy vissza, tehát anyátokat. Időhúzás ezerrel. De tényleg, ez még a könnyebbik eset. Azaz. Hogy mi van a dobozokban, azt sosem fogjuk megtudni egyébként, hogy hozták ide. Létrával. Jó, tehát durva egy targoncájuk vannak. Na most. Erről van szó, utat törtem magamnak. Na most van itt egy zöld növény, amire sajnálatos módon nincsen kapacitásom, hogy fölvegyem. Jó, tehát elnézést kérek mindenkitől. Ez most nem az a helyzet, amikor van inventorim hozzá. Jó, most még van, de nem lesz. Ez a baj. Richard! Chris! Chris, stop! No! Richard! Baj van! Ha eléggé gyors vagyok, belső íven haladva, akkor sajnos túl közel vagyok hozzá, ne éri, azaz. Egy idő után megunnak, ami pozitív. Gyerünk. Igaz, hogyha belső íven mentek, akkor rizikósabb, mert közelebb vannak, és aha, majdnem megmart. Rizikósabb, mert közelebb vannak, viszont gyorsabban haladtok, ebből egyenesen következik, hogy ki lehet kerülni őket. Egy ideig jönnek előre, aztán megunják és oldalra mennek, úgyhogy ez a legjobb módszer, amit találtam, hogy ne kelljen velük foglalkozni. És most le. Azaz. Ja, ez a rész, ez fasza. Le akarjuk engedni a vizet szépen, mert kis mocskok, és... Van esze, bazd meg, van esze. Oké. Okay. Mutatja, hogy mennyire kritikus, ami azt jelenti, hogy időre megy, jó? Tehát 100%-ot eléri, akkor bukó halál, oké? Okay. Megmutat mindent, hogy mit kell csinálni, véletlenül se tévesszük el. Most ugye ezt le kell, igen, pontosan. Ugye itt megpróbálom leengedni, és akkor mutatja, hogy mi a probléma. Elkezdi leengedni, és nem stimmel, ugye? Ott is van, ugye? Az olajnyomás az bukó. Jó, tehát akkor először is helyrehozzuk az olajnyomást, aztán utána pedig szépen elengedjük a cuccot. Az meg! Most csak tippelek egyébként. Nem, nem néztem meg, mert egy idióta vagyok.
Most az a helyzet, hogy ez mindig itt van, mindig nézzétek meg, jó? Tehát, hogy hányas, oké, hármas, tehát ez mindig változik, jó? Tehát ez az első, hogy megnézzük. Miért futottam ide először, azt nem értem, hogy mindegy. Hármas, tökéletes, oké, és most szépen lenyílik, és most akkor sok dolgom már nincsen. Jó, most akkor ezt így szépen, igen. Jó, oké. Nyugodjál már meg, mindjárt jössz, jó? Most akkor szépen. Aludjál szépen, kis Balázs. Na, meg is van. Innentől kezdve pedig a nyomáskülönbséget ugye túléljük. Nem. És most akkor engedjük le szépen, jó? Nagyon látványosan sötét van. De ennyi igazából. Oké, totál leengedtük. Ennyi. Na most, ha esetleg menet közben megtéptek volna titeket, akkor itt van egy ilyen doboz, ugye ez a first aid doboz. Úgy emlékszem, hogy véletlenszerű egyébként, hogy mi van benne. Lehet benne egy növény, kettő növény, kombinált zöld, vagy kombinált zöld, piros zöld, spray, nem emlékszem. Úgy emlékszem, hogy ezek bármelyike lehet benne, igazából kicsit nutri, de legalább van benne valami jó. Tehát, hogyha esetleg megtépik a szátokat, akkor nyugodt szívvel ebből lehet mazsolázni. Na most itt ez a rész, ez már könnyebb. Ez már sokkal könnyebb. Azért szerettem volna, hogy mentsük meg Richardot, mert hogy jól feláldozta magát, ez így van, és volt neki egy ilyen bazi nagy puskája, jó? Csak ezért kellett egyébként letoljam a csávot, de tényleg, ha megmentitek Richardot, itt meg fog menteni titeket, eldobja a bazi nagy rohadtul jó puskáját, és attól mi boldogok vagyunk. Oké? Okay? Oké. Okay. Tehát ezt minden... mennyi már föl? Na. Szóval ezt mindenképpen játsszátok el. Na? Ott is van, azaz! Hát csak nem él még a csávókám! Dehogy nem él, hogy ne élne? Tód! Hajszárító! Azaz! Azaz! Erről van szó! Nem nagy hakni, jó? Na most ami viszont nekem kell, az a... a kulcs, amit elrejteget. Mert a cápák azok ilyenek, hogy rejtegetik a kurva kulcsokat, de tényleg, na mindegy. Szóval, most ugyanez vissza. Illetve majdnem ugyanez igazából, szóval most teszek egy ilyen tiszteletkört, azaz. És úgy emlékszem, hogy hard fokozaton, aztán lehet, hogy csak egyetlen hátfokozaton. Itt rögtön a sarokban van magnum lőszer, itt most nincs semmi, jó? Tehát a nehézségváltás azt is jelenti, hogy bizonyos tárgyak máshol vannak, vagy egyáltalán nincsenek, illetve ellenfelekből is kevesebb, több, erősebb, gyengébb, jó? Viszont itt van nekem magnum lőszer, ezt mindenképpen szeretném fölvenni, köszönöm szépen. Nagyon-nagyon hatásos, vagy hasznos lesz. Föl a létrán. Vagy mindjárt látjátok, hogy hol jövünk ki. Ugyebár. You unlocked it. Most ugye itt vagyunk, szóval megyünk vissza. Legalább nem kellett körbe menni. Ez pozitív. Persze, hogy fölmászunk. Ja, pontosan egy darab helyem kell, hogy legyen, és pontosan egy darab helyem lesz. Szóval... ja, oké. Okay. Oké, okay, elég lesz. Nem. Diszkált, pontosan, köszönöm szépen. Na most itt van az a szoba, hogyha emlékeztek rá az eredeti első részből, hogy Rebecca azt tud kocsvasztani nekünk valami cuccot, amivel ugye a 42-es számú növényt azt gyorsabban le tudjuk nyomni. Na most itt én nem megyek oda be, oké? Tehát engem ez nem érdekel, én megoldom nélküle, köszönöm szépen.
annyira nem kell foglalkozni ezekkel a méhecskékkel, jó? Tehát értem, hogy zümmögnek meg minden, meg jönnek utánunk, de egyébként le lehet futni őket, jó? Ami nagyon-nagyon-nagyon fontos. Most, hogy kijöttem minden, ugye? Itt a következő dolgok történnek, hogy először is megnyomom. Van egy térkép. Kérdez, hogy elveszem-e? Elveszem. Van egy térkép, köszönöm szépen. Aztán mondja, hogy megkaptam. És a következő, hogy van egy lyuk a falon. Ne nyomjatok még egyszer X-et, jó? Hogyha megnyomjátok az akciógombot, akkor meg fogja nézni, hogy mi van a másik oldalon, és egy csomó méhecske beröpül ide. Helyette fogjuk magunkat, és ezt betoljuk. Jó? Igazából, ha már kijöttek a méhek onnan, mert benéztetek, jó benéztétek, akkor már hiába fújjuk igazából. Itt megdöglenek, de ugyanúgy döngenek körülöttünk, ami rohadtul idegesítő, ráadásul fáj. Ja. Menjél már be? Na. Szóval. Ja. Fülem az kicsikét már fáj egyébként. Csak egy icipicit. Na és most pedig... Na, menj odébb. Csávokám az nem túl bizalomgerjesztő, ugye? Tehát határozott jelleggel ez fulladásos halál. Szerencsére úgy csinálták meg, hogy tudjuk, hogy mennyi helyünk van. Menj odébb. És akkor most megyünk be a 003-asba. Ez így van, és ezt is... Tehát egyszer használatos kulcsokat kapunk, ugye? Nyilván szobához van kötve. Nem olyan meglepő. Na most, itt viszont jó kis puzzle-t kaptunk. Ugye fehér könyvet azt ki kell vennem a többi piros közül. És nem olvasom el, köszönöm szépen. Viszont nekem van egy ilyen könyv, ami tökéletesen odaillik. Puzzle pedig nem egy olyan nagy hakni egyébként, az a lényeg, hogy sorba kell rakni őket. Bal oldalt kezdődik a láb, jobb oldalt ér véget a kész. Tehát az a helyzet, hogy nekem először kell egy lábfej, ugye cserélgetős, de logikailag előbb-utóbb úgyis eljutunk oda, hogy a sorba megyünk. Aztán igen, aztán szeretnék, én kérek szépen egy Ein Sheepchond bitte. Vielen Dank. Und. Villogtatja itt a térdét a céda. És ez a gyakorlatilag megvagyunk, jó? Oké. Okay. Van itt baj. Azonnal futunk, jó? Azonnal egy balos. Nézeges csak Krisz, de akkor is erre kell jönni, jó? Gyorsan följövünk ide, arra hiába köpködés, akkor... 1, 2, 3. Oké. Akkor nem lesz elég neki 5, ha minden igaz. Mondom én. Halljál már meg! Mi kell? Mennyi kell még ennek? Cseszed! Öt lövésből öltem meg legutóbb, jó? Három kellett neki, hogy először egy kis izé legyen, aztán utána meg még 2. Szakadna meg! Elhasználtam rá az istenverte... Mennyit? 10-et! 2-szer annyit... Nagyon szar RNG-t kaptam ebben a játékban, de tényleg, tehát legutóbbi alkalommal 5 darab lövéssel leterítettem ezt a szemétládát. Adjátok össze, ugye, hogy most akkor mi van. Hú, de idegesítő, pedig ez még kell lenni fog, ez a rohadt lőszer. Majdnem egy egész tár. Oh, you scared me. You okay? Yeah, it's dead. But... Richard, he's gone. I'm sorry. It's my fault. I should have watched out for him. I found a pharmaceutical room. I think I can come up with something useful. I'll be there. I'm glad you're still okay. Na ugye, köszönjük szépen, Rebi. Nagyon kedves vagy, meg aranyos.
Aztán... 5 darab kurva lőszer, komolyan. Komolyan, nem értem. Nem értem miért. Nem értem, hogy mit követtem el ezért. De tényleg, egyszerűen nem értem. Mindegy. Jó! Wesker? Chris, you're alive. My words exactly. Where's Jill? Thought you were with her. Yeah, I know. We got separated. I see. Anyway, we better find a way out of here before we turn into zombie food. Got any suggestions, Wesker? We should get a better grip on the situation. There must be areas still to be explored in that other mansion. Chris, I want you to check them out one more time. I'll continue my investigation here. Sure thing. Olyan megbízható fickó, nem? Én szeretem, amikor valaki ennyire figyel a beosztottjaira. De tényleg. Nem tényleg. Na most itt pedig akkor gyorsan megyek, kipakolok. Gyerünk. Ja. Következő részek izgalmasak lesznek, tehát egyre szemetebb a játék, jó? Egyre nagyobb szemét a játék. Csak hogy tudjátok. Szóval akkor nekem nem kell most a... Magnum nem kell, köszönöm szépen. Helyette ez kell. Ez sem kell, helyette kell nekem a shotgunom az összes három darab lőszerével. Kell nekem ez ide. Kell nekem ez. És gyakorlatilag ezzel... ki is fújt, jó? Na most nagyon-nagyon remélem egyébként, hogy nem fog ez nagyon szarul elsülni. Remélem. Ugyanis a következő rész... Deci, jó? Nem káromkodunk. Lapát, kaszát. Na, szóval... Itt az a nagy helyzet, hogy... Nem a nagy ellenfelek jelentik a problémát. Mert nem azok. De tényleg. This is Brad. If you can't answer me, somehow give me a sign. Krista, Brad. Can you hear me? Brad. Damn. Gyáva vikőrszűk még mindig nem tud utolérni minket, ugye? Ez van. Na most, úgy emlékszem, hogy itt ezzel gondolkodom rajtam, és éppen hol vagyok. Ja. Gyorsan kell futnom, mielőtt még az a rohadék az elpróbálna kapni. Következő részt az szinte mindig elcsösszem, remélem most nem fogok megsérülni. Rendkívül specifikus úton kell menni ahhoz, hogy véletlenül se legyen semmi bajunk. Szóval itt még egyenes, ez teljes mértékben jó. Itt a sarkon, azaz gyors fordulással pedig... Pazd meg! Gyorsabb fordulással igazából itt. Lassú voltam, na mindegy. Mondom én, hogy ebből nem lesz no damage, ugye? Na. Most fog kiderülni, hogy azt a rohadt kutyát azt én öltem-e meg. Vagy biztos, hogy én öltem meg, csak hogy ott van-e. És nincs itt! Ez az! Ez az! Oké. Eddig mindig kerülgettem, úgyhogy csak tippeltem, hogy ez lesz a megoldás, de ez. Na. Cuccok, gyerünk. Nem, de nem azt akarom megnézni, azt a kurva gránátot a lábamnál. Ennyire nehéz? Tényleg? Komolyan? Tipikus férfi megoldás, mi? Ugye ez a... Nézek magam elé, és nem találom a ketchupot. Medd már fő! Na végre. Ami nem a ketchupot, hanem a shotgun lőszer. Shotgun! Ilyen jó unglisül. Paszódjál már meg, nem a kerti szerszámok érdekelnek, hanem az a... Ott fogd meg! Grán... Na végre! Na végre! De kurva bonyolult volt. Oké. Na. Most megyünk vissza, ez izgi lesz. Hál' Istennek nincs itt senki jelenleg. Oké, itt még jók vagyunk. Ezt imádni fogjátok, én imádom.
Ez jöjjön be. Azaz, buktad. Aha. Muhahahaha. Azaz. Na most nálam van a self-defense gun, szóval megyek és így meg self-defense-tem magamat. Igazából egyetlen egy lövés elég neki. És azért hagytam három darab lőszert itt és nem töltöttem. Mert hogy... menj előrébb. Ő meg oda jön. Egy, kettő, három. Pontosan három darab lőszer kell neki. Ez azért jó, mert nem pocsékolok. Kivenni nem tudom belőle. Már bele van töltve, szóval ez így teljes mértékben fasza volt. Jó. Szóval akkor. Ő nem kell, helyette kérek egy darab assault shotgunt. Krenket azt elveszem, mert el fogom felejteni, hogy nálam van. Oké. Okay. Hol a többi? Jó. Ez így megfelel. Oké. Okay. Ja nem, krenket azt nem. Azt kitesszük. Majd fölvesszük. Jó? Tehát úgyis jövök még errefele. Elvileg. Ja. Jó. Gyerekek. Gyerekek. A hunterek ezek utolsó mocskos rohadék szemétládák, de nem baj. Nem baj. Szerencsére, hogyha legalább darabra tudjátok, hogy mi az Istent kell velük csinálni, akkor egészen könnyen el lehet velük boldogulni. Akkor van baj, hogyha olyan az agyatok, mint nekem. Magyarul nem emlékeztek mindenre 100%-osan, ugye? Akkor van gond. Na ez a rész meg szemét. Nem lehetetlen, de szemét. Gyerünk. Tód. Igazából azért kell az a szobor, hogy az a szar ez ne nyomjon össze minket. Tehát tényleg. Azért szemét puzzle, mert ez az egyetlen egy olyan puzzle az egész játékban, ami rohadtul ki van centízva amúgy. És szarul fordul, látjátok? Tehát Chris szarul fordul. Gyerünk! Utás! Gyerünk! Ne forduljál már, baszod! Elkúrtuk. Oda megy, visszamegy, látjátok? Nem olyan könnyű. Hussá már! Gyorsan váltunk tankra, gyerünk! Ennyi már be! Baszd meg, ne! Gyerünk, én legyek a gyorsabb. Éppen hogy. Jó, ez rohadtul ki volt szentét, ez szakadna meg. Hú, baszod. Köszi. Oké. Még egy könyvecske, köszönöm. Mondom könyvecske, fölvesszük. Muszáj sajnos. Mi van nekem most beállítva? Nem. Késből több is elfér, jó? Tehát keveset használtam így, nem kell. Köszönöm szépen, nem szeretnék lemenni. Ez az. Köszönöm szépen. Fak. Oké, és ez az. Itt nem mindig jutok el ám úgy, hogy nem tépnek meg menet közben. Annyira nem fasz a dolog. Transzba! Azaz. Nem baj. Teljesen jók vagyunk. A lényeg az, hogy be kell indítani az áramot. Köszönöm szépen.
Másokat ki tudunk... Bazd meg! Azaz! Megvolt. Megvolt, tökéletes. Hál' Istennek ez ilyen kis hányós zombi volt, csak úgyhogy nem nagyon zavarta a dolgaimat. Most hol jövök ki? Gondolkodom. Szerintem a konyhában, ha igaz. Aha. Gyorsan oda, hogy lássuk, hogy hol van a csávó. Mondom én, 90 fokban sem tud utánunk jönni, jó? Tehát ez egy nagyon pozitív dolog. És liftezünk egyet. Azaz. Azt nézem, hogy... Hú, puska! Azt mondja, hogy igen. Most itt, hogyha jövünk, itt meg kell nézni, hogy... Nem mindegy, hogy honnan érkezünk sajnálatos módon, ugyanis ő mind, vagy erre, vagy arra néz, tehát mindig meg kell nézni, hogy hogyan áll. Utána tudunk csak tovább haladni. Na most, hál' Istennek helyem az van, szóval akkor kell nekem shotgun lőszer. Azaz. Meg egy kis shotgun lőszer. Azaz. Meg egy kis gránát, és ott van egy aksi, ugye. Azt nem mutattam, van egy olyan lift, aminek az akkumulátor az nem működik, szóval majd szépen elvisszük hozzá, jó? Jó. Ennyi már. Na végre, köszönöm. Ja. Hagyja békén. Ányimát ismertek. Azaz, köszönjük. Most ezen a folyosón nagyon-nagyon-nagyon balra kell menni folyamatosan, tehát... így. Látjátok? Akkor éppen meg fogjuk úszni. Onnan éppen megúszunk, bazd meg! Megakadtam a kurva korlátban. Csak megakadtam a kurva korlátban. Na most azon gondolkodám, hogy... Most akkor nekem hova is kell mennem? Bocsánat, csak gyorsan meg kell nézem, igen. A kúsos rész felé, oké, és... De ezt tudjuk vállalni, jó. Az nem erre van, hanem erre van. Nem, már csak gondolkodunk. Ja. Hova is mentünk mi? Ott lent voltunk, áll kulcs. Jó, ott egy helyen használtuk el. Most de most hol jöttem ki? Egy pillanat. Na, meg is van, és igen, jó fele indultam el, menet közben rájöttem. Szóval... Jó. Most ugye megkerülöm gyakorlatilag az egészet, illetve még egy pár dolgot megcsinálok. Először is ez. Most én két dolgot fogok megcsinálni majd, az egyik az, hogy amit korábban nem csináltam, hogy némi shotgun lőszert fölszedek. Jó, ezt megmutatom nektek, hogy hogyan. Itt már Crimson Head van, szóval lóti-futi. Szerencsére messze van, jó, tehát nem kell vele foglalkozni. Itt pedig, tényleg korábban is lehet ide jönni. Itt pedig továbbra is ugyanabban az elrendezésben vannak a zombályok, mint eddig, szóval nem kell velük foglalkozni, oké? Oké. Na, akkor már tényleg, hogyha itt vagyok, akkor csináljuk rendesen. És... Köszönjük szépen, kedves tigris! Jön a tigris! Meg is van, köszönöm szépen, és akkor vissza. Oké? Megvan, töké.
akkor kifele kéne nekem ezt úgy csinálni, hogy szintén ne térjék meg a seggemet, ami itt még könnyű. Látjátok, meg igazából csak elmegyünk a bal oldalon, tehát ez nem egy nagy hakni ügy önmagába. Most a Crimson Head-del viszont már szopás van, jó? Tehát itt egy kicsi gyorsítva jövünk, és rögtön visszajövök, mert nekem arra fele kell mennem. Le kell sprintelnem, jó? Le kell sprintelnem, ez a leggyorsabb módszer szerintem. Azaz. Nagyon a hátam mögött van, de nem érdekel. Megint hollók! Azaz. Na most, ha itt bejövök, ez még a jobbik helyzet. Higgyétek el. Na most. Egy jó darabig keresgéltem egyébként korábban, hogy mi az Isten van, és kiderült, hogy itt is lehet jönni bakker erre. Ez annyira tetű, ez tényleg csak térképpel jön rá bárki, aki egyébként nem tudja. De tényleg csak térképpel, ez mocsok utolsó rohadék szemét. Genyó módon van megcsinálva. Na most... itt van ilyen növény, hogyha valaki szeretne. Nem tudom, hogy állok. Mindjárt megnézzük. Ja, kicsit megcsíptek. Ez itt tökéletes, jó? Tehát, hogyha szükség van rá ez van. Na, reagálunk, jön a kélgyó, és így egy, kettő, három lövés neki, odébb megyünk. Egy, kettő. Jó, tehát így még tök jó, mert esélye nincsen bántalmazni minket, itt pedig kicsit odébb jövünk, hogy lássuk, és egy, kettő. Ennyi, jó? 8 lövés, megvan. Nem bonyolult. Nem bonyolult, jó? Oké, most már ezt is tudjuk. Meg azt is, hogy ott van. Na szóval! Köszönjük szépen, igen. Na most azt nem tudom, hogy ott volt egy ajtó, csak... Ja, zárva van, bocsánat, akkor csak erre tudok jönni. Akkor irány vissza ugyanarra, merről jöttem. Azaz. Köszönjük szépen, csodálatos. Sajnálatos módon most leszek majd kénytelen foglalkozni a Crimson Head-del. Ezt nem úszom meg, jó? Tehát ezt nem úszom meg. Ezt sehogy sem úszom meg, ez nagyon para lesz. De mindig félek tőle, hogy megtépik a seggemet, nem tudom miért, általában sikerül nekik. Tök változó egyébként, de van, hogy mászni van, hogy nem. Tehát tényleg most ebben a végigjátszásban vannak olyan dolgok, amiket így sikerült megcsinálnom, holott előtte soha nem jött össze, meg van, ami minden alkalommal sikerült, amikor nekifutottam, és most meg nem. Na most itt ügyesnek kell lenni. Befordul. Hú, bazd meg! Ez közel volt! Ez közel volt! Itt sosem csesztem el ezt az ívet egyébként. Itt sosem csesztem el. Ja, ez gyorsan... Bocsánat, ezt ki kell nyitnom. Gyerünk lefele. Úgyni. Gyors helycsinálás. Szerencsére itt is van egy ilyen jó kis izé. Láda, szóval nekem a kettő könyvet azt el kell pakolnom, hogy legyen helyem. Egy könyv, az... Renk az jöhet be helyette. Ő most nem fog kelleni, a kulcs az jelenleg marad. Még egy könyv. Jó, nem, bocsánat, még egy, elnézést, valami. Ja. Renket azt még elpakolom, helyette viszont... Tudjátok, mi következik, ugye? Muszáj.